beszélünk néhány szót a gyermekkori lábpanaszokról. Ez egy nagyon gyakori probléma, amivel szülők hozzák a gyermeket. Vagy azért, mert a gyermeknél konkrét lábpanasz, lábfájdalom alakult ki, vagy azért, mert a szülő, vagy az óvónő, vagy éppen az iskolai szűrővizsgálaton az iskolaorvos kiszűrt a hozboltozat süllyedést. A láb hozboltozatának a süllyedése idővel lábpanaszokat eredményez. Jobb ezeket a problémákat megelőzni, mint később futni a probléma után. Viszonylag egyszerű naponta 10-15 perces lábtornával és egy kis odafigyeléssel nagyon sok későbbi panasztól meg tudjuk óvni a gyermeket. A hozboltozat süllyedésnek többféle formában lehet fájdalom a végeredménye, de elsősorban saroktáji panaszok szoktak megjelenni. Ennek a lokalizáció is eltérő, tehát a sarokfájdalom az lehet reggeli indulással összefüggő talpi felszínen kialakuló sarokfájdalom, ami általában a hozboltozat hosszirányba történő megnyúlásának és ennek következtében a talpi kötőszöveti lemeznek a fokozott feszülésének az eredménye. A másik ezzel összefüggő probléma lehet magának a sarokcsont hátsó, illetve oldalsó felszínének a fájdalma, ami ugyancsak hozboltozat süllyedésnek a közvetett eredménye, mivel ilyenkor a lábnak az anatómiai szerkezete kedvezőtlen irányban változik meg. Ilyenkor nincs meg a lábnak a teleszkóp funkció, ami autóknál a lengéscsillapító és a talajfogáskor keletkező rezgések és ütődéseknek az elnyelésében fontos szerepet játszik. Ezért a különféle ilyen vibrációs ártalmak, csonthártya fájdalomtól kezdve a növekedési zónáknak a túlterheléséig mindenféle panaszt elő tud idézni. De a sarokcsont hátsó felszínén, az Achilles-szint tapadási pontján is megjelenő lábfájdalom egy egészen gyakori megjelenési forma. Ez javarészt túlsúlyos gyerekeknél, vagy aktív sporttevékenységet végzőknél szokott kialakulni. Lényegében valamennyi lábpanasz tornával, hogyha mögötte nincsen nagyon nagy mértékű anatómiai deformitás, jól kezelhető. Vannak esetek, amikor gyógycipőt, vagy adott esetben betétet szoktunk javasolni, például túl nagy bokadőlés esetén, ezt más néven sarokdőlésnek, vagy sarokvalguszállásnak, vagy kákánevalgusz tengelyeltérésnek hívjuk, ami egy bizonyos szögtartomány fölött már a torna nem bizonyul elégségesnek, ilyenkor vagy gyógycipőt, vagy pedig sajkabetétet szoktunk javasolni. De ezekben az esetekben is csak arra tudok mindenkit biztatni, hogy a lábtornáról ne mondjon le, mert a lábszárizmok, illetve a lábnak a rövid izmai fontos szerepet játszanak a megfelelő boltozat kialakításában, és hogyha ezek az izmok, amik kialakítják a boltozatot, nem kapnak megfelelő ingert a fejlődéshez, akkor csupán egy boltozat emelővel, vagy egy tengelykorrekcióval, amit cipővel, vagy betéttel érünk el, hosszú távú tartós eredményt elérni illuzórikus. Tehát a megfelelő lábtorna az korcsoportra bontható. Nyilván más az elvárás egy 4 éves gyermektől, meg más az elvárás egy 12 éves serdülőtől. Tehát életkor szerint kell kialakítani a megfelelő tornát. Gyerekeknél, kicsiknél, óvodásoknál régebben sokkal inkább napi rutinnak számított a különféle lábtorna gyakorlatok végzése óvoda keretén belül. Én úgy vettem észre, hogy ezek egyre inkább elmaradoznak,
Ebben az esetben viszont, hogyha a szülőnek nincs tudomása arról, hogy ilyen jellegű lábtorna történne az óvodában, célszerű ezeket az egyszerűen kivitelezhető lábtorna gyakorlatokat beépíteni a napi rutinba. Egy 11-12 éves gyereknél már sokkal hatékonyabb tornaformákat lehet kitalálni, ami mondjuk egy 6 éves gyermek számára nem kifejezetten kivitelezhető, nem tudják megfelelő módon, megfelelő kitartással végezni ezeket a gyakorlatokat, nem annyira játékosak, mint ami az 5 éveseknek szóló lábtorna, hanem sokkal inkább monoton, de 10 éveseknél már sokkal jobb, sokkal gyorsabb eredményeket lehet elérni, mint az egészen fiatal óvodás korcsoportban, aminek részben az is az oka, hogy jobban tudják ezeket a gyakorlatokat, célirányosabban tudják elvégezni, de egy 10 évesnek a vázizomzat elve sokkal fejlettebb, mint egy 6 éves gyermeké. Szülők meg szoktak ijedni attól, hogy a gyermeknek mennyire lapos a hozboltozata. Felhívnám a figyelmet arra, hogy alapvetően fiatalkorban, óvodáskorban a gyerekek zömének nagyon lapos a hozboltozata, hiszen az izmok, amik kialakítják a hozboltozatot, azok fejletlenek. Idővel, ahogy a törzsünknek, meg a különböző végtagjainknak az izomzata fejlődik látványosan, ugyanúgy a hozboltozatot kialakító izmok is fejlődnek, csak nem olyan látványos formában, mondjuk, mint hogyha valakinek a karja vagy a mellizma kezd el elnőni. Része a sarokfájdalomnak egyéb okok miatt jön létre, így ilyen triviális ok is állhat a háttérben, mint például a rossz futótechnika. Érdemes például atléta gyermekeknél futásanalízist végezni, erre vannak megfelelő gépek, amik elemzik, illetve videófelvétel, illetve járásminta alapján analizálják a gyermeknél, vagy serdülőkorú fiatalnál a lépés távolságot, illetve a talajfogásnak a mintázatát, hogy a két alsó végtag milyen arányban érintkezik a talajjal, milyen a terhelésnek a megoszlása bal alsó végtag, jobb alsó végtag között, továbbá, hogy a különböző sebességeknél, járásnál, könnyű futásnál, sprintnél hogyan változik és mennyire követ szabályos mintát a talajfogás, azaz az előlábnak és a sarokcsontnak a terhelési aránya miként alakul. Itt az átlagtól való eltérés komoly panaszokat tud okozni, elsősorban sarokcsont fájdalmakat. Mindenképpen a járás mintának, futás technikának a agycsiszolása, további fejlesztése javasolt abban az esetben, hogyha szemmel látható, jól kimutatható eltérést mutat a járás vagy a futás minta, mert a lábtornától és a különféle hiper-szuper edzőcipők, futócipők használatától nem lehet hosszú távon eredményeket elvárni. Ezeket a futótechnika csiszolásokat atlétikai edzők szokták végezni, illetve gyógytornásznál is a normális mintázattal eltérő járás-futás mintákra megoldást kínálunk.